Sziasztok, sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát, a tegnapi nap az elég gányul sikerült eredményesség szempontjából. Kb. 1100 VN8-at bírtam összekapirgálni. Úgyhogy ma megpróbálunk egy kicsit eredményesebben játszani. Hogy próbálgatjuk még mindig ezt a Lorraine 50-tét, meg így vegyesen játszunk mindennel is. Megpróbáljuk első körben ezt a baros kólát. Nézzük csak a tegnapi napot. 4540, összus Mária. Hát ez magamhoz képest is egy rakat szar. Kávé van bekészítve. Tier az nem rossz. A csapat összetétel az nem a legjobb, de nagyon jó kezdés, nagyon jó kezdés. Pershing nem mer megindulni. Az nem kellett volna. Hát
spotot is kaptam. Szia Szilárd, jó reggelt, szia szia, szép napot neked is. Csodás ködös nappalon. Még csak véletlen sorda lő. Heavy short szépen letolták. Full HP és csak még a HV-k. Innen kéne még kicsapni ezt a boros kólát. Akkor az úgy elhető lenne. Aj, ez a track az nem kellett volna. Ez az, nagyon jó. Mire visszább jövünk. Progina, jó lenne visszább jönni egy kicsit. Ott már nincs semmit, középről kéne eltakarítani ezeket a... Az jó lesz úgy. Jó lesz úgy. Boros egy kicsit közelebb jöhetne. Jó. Bár nem én találtam el, de... Progetto megvárhatná. Töltsünk be mindnyájan.
Chariot-i ráment a túloldalra, akkor még van itt egy Artemis Scorpio elméletileg. Spotot kaptam. A Scorpiónak itt a kurva anyádat a repesszel, bazd meg. Te most megdög lesz. Mocskos szemét láda, még repesszel killódott velem. Ó, ezt mikor töltök? Hát nyilván. Jó. És akkor most mehetünk levadászni a Chariot-ért. Hát ezt már most lehozzuk. 3600, majdnem 3700 kombi. Azt mondom, hogy tetszik, ezt meghívjuk szakaszba. Egy medált hát, hogyha összebírunk. Helyes. Jó, ez így fasza lett. Na, ez kezdésnek nem is volt olyan rossz. Ez már egy kezdésnek nem rossz. Nagyszerű. Négyezer 300 kombi. Magyar gyerek. Az. Nem lenne rossz, ez ma így is maradna. Balorénban nagyon szar legénységem van még. Na, mész vagy, mit csinálsz? Hát az ilyeneket meg azt nagyon bírom, mikor azt ír egy new map. Bent van már mióta. Arról lecsúsztam.
Az úgy szépen be tudott ide jönni. Kettő. Rogi, gyere már kintebb. Amikor jön ki a Emil. Ó, és basszus, nem jókor nyomtam rá áttöltésre. Egy lehetőségem volt rálőni az emére. Adjad már torony oldaláról. Azt a kurva, 5.39-et rollolt neki. Az szép. Maradj még ott. Jó, ezt viszem. Szevasz Pisti, cső, jó reggelt neked is. Halló, halló. Az igen.
Hát nem sok babér jutott. Helyzet. Nincsen semmi. Extra. Nyomatom ezt a tankos játékot. Viszom a kávémat. Okos sebzést 7 járműnek egy csatába. Hát meg az anyádat nem fog elbérezni. Hello, hello. Szia, Szörg, szia. Karácsonyi láda legyen velünk. Hát igen, a karácsonyi ládák. Cromwell B most megvehető. Ez valahogy nem érdekel, mert a kifejleszthető ág se jött be a Cromwellből. Hogy mit csoda, Pisti, te is vereted? Szia, Goodman, szia, szia, szép jó reggelt. Ja, hogy venned kell 500-at. Aha, aha, az, az jó lesz. 500 láda. Hú. Úristen. Az mennyi pénz? Hú, sok. Szabim vagy, Pisti? Ha, hogy? Háromszázat fogsz. Hát, az se kevés. Az se kevés, a 300 láda. Tervezek ládát vásárolni én is, de még fogalmam sincs, hogy mennyit. Szia, Leander! Szia, szia, szép jó reggelt nektek is. Neked is. Hát én is ilyen 100 körül szoktam, 50-100 között szoktam venni. Nem is tudom, tavaly mennyit vettem. Én ilyen vásárlásos témában nem nagyon szoktam úgy senkire se hallgatni. Ha nyilván van kedvem, meg főleg pénztárca függő, akkor szoktam venni, de én már most túlzásban nem viszem, mert dobhatná egy spotot a leopárt. Anyám, ez a gán. Úha. Egyébként igen, tehát karácsonykor érdemes szerintem is a legjobban. Ha valaki költeni akar rá, akkor karácsonykor érdemes. Én is azt mondom, mert szerintem csak akkor éri meg.
Az jó, hogyha úgy oda berakta magát az ilyesét. Hát azt úgy ki nem szedjük onnan. Egy pillanat, srácok, és mindjárt olvasom a chatet, csak így a szemem sarkából látom, hogy pereg a chat. Milyen téré van neki a háttérben? A grille nem, mert az láttam spoton van. Jettiger CCK91. A kurva élet. Pedig azt jó lett volna bepenálni. Végre. Csak be lesz penelve most már. Acskos ilyes hét. Ügyesen csinálja. Ó, Istenem. Nyilván a csára nem látok rá. Ez szép volt. És ott kempel bent a Motion. Erre beszarok. Igen, szürk, én is úgy voltam vele, hogy tavaly vásároltam karácsonykor ládát, és én nekem egész évre kitartott egyébként a prémium akunt is. Hát az arany egy kicsit hamarabb elfogyott, azt már tölteni kellett utána, nem sokat egyébként, egy, hát most van 4000 aranyam. Nem is tudom. Ilyen 2000-et vagy 3000-et kellett vásárolnom. Csak azt is csak azért vettem, hogy ne legyen üres. Igen.
hosszú 130 PM-hez annyira nincsen kedvem, hogy ez... Szerintem ez egy rakat szar. 0.32-es szórás, de... Valahogy nem. Nem kedvenc, kis Progettót elő kéne venni. Progetto. Szia József, szia Penge, sziasztok, sziasztok, szép jó reggelt nektek is. Köszi szépen, hogy itt vagytok. Hát inkább én is inkább TD stílus vagyok, tehát ez, szeretek ez a megbújni, és akkor amikor hibázik az ellenfél, akkor kijönni és akkor a arcába hajintani. Nem tudom, a várhoz mennek neki. Jó, nem akarlak kitolni. Bástya. Ez egy csodás tár volt. Feljebb kell egy kicsit menjek, mert ezektől nem fogok itt elférni. Nem akarok lökdösni se senkit se. Basszus, a szikla belógott elém. Hál' Istennek. Gyere, Szomua, gyere. VK-ba jó lenne, vagy kettőt belecsapkodni. És elmegy a másik oldalt a VK. Az hogy ment úgy ott át, hogy nem láttam meg? A Szomua. Legyünk egyel közelebb. Ahol pedig a borost már lehetne egrecírozni. Nyilván nem látott rá senki.
kéne ilyen agresszívnak lenni. Megint. Az igen, a Samoa, az konkrétan lehozta a várat, egymaga. Az úgy nem semmi. E25. Ezt honnan látott rá? Ja, hogy ez a nyavajás meg ide jött proxyba. Ó, bazd meg. Na nyilván. Kurva anyádat. Aj. Arra mentek 8-an a várhoz, azt mindent megette a Samoa. Beszarok. Hányás van erre. Nyomjuk a nagy tankos játékot. Passziánsz világbajnokságra. Igen, azt néztem én is, hogy ez a kettő megint bent van. Mostanában, majd most jönnek az ünnepek, meg az év vége, biztos megint bent lesz egy csomó minden. Megyek egy kört ezzel az FV-vel, ebben már annyira régen mentem. Mi van? Ezt most nem értem. Új nulladik készség. Aj. Pia átsza rajta van. Javítás van. Kettő legénységen. Legyen a mentor akkor. Hát igen, adventi naptár az a másik, ami olyan, hogy mondjuk majd most kíváncsi leszek, hogy mik lesznek benne a ládába, de engem valahogy most nem piszkálja a fantáziám. Szerintem a 9-es Chieftain Proto biztos benne lesz ládába. Igen, a Progetto meg a Boros az, ami a legjobbak.
Szerintem is. A nagy gőzös. Hát szerintem a Chieftain Protót biztos beteszik a 9-est. Vagy aki nem tudta megszerezni. Állj be elém. Hát odamán ők nem mennek fel, mert a hegyet megfogták. Hogy nézem, ott se akar jönni befele senki. Na, jön ott a grille. Átmegyünk akkor a maz oldalra. Jaj, de jó, spoton vagyok. Ez... Én nem tudom, valószínűleg szarul van felszerelve a tankon, mert... Másnak egész jó kamója van még ennek a szarnak is. Nekem nyilván a csata az első 10 másodpercébe kispotolnak. Grillét jó lenne meg nyomatni. Oh, hello. 1100 csak. De nincs berakva repesz. Ez itt a baj. Figyeld, jön rám. Bam, bam, bam. Azt mondja, megeszlek. Jó van, de tudod, hogy neked most akkor annyi. De van álmodtam még egy. Nincs berakva repesz. Jaj! Na má! Ó, hogy a bánat! Kurva anyját! Na majd kijön a csatába, teszek már bele egy kis repesztet. Chiefy Proto szerintem tuti nem lesz a ládákban. Jack Tiger prototype.
Aha. Tényleg találkoztam már én is egy pár ilyen olyan tankkal, amit én még nem láttam. Ezzel a progettóval menni kéne még egyet. Hát kíváncsi leszek minden esetre a ládákra. Hogy én roham módba, hogy állok? Hát sehogy. Én nem játszom azt a módot. Nem játszom azt a módot. Engem felmérge az a mód. Nem tudom, hogy miért. Annyira felbosszant, hogy... Nem tudom, nekem nem jön be. De nagyon ritkán veszek részt egyébként eventeken is alapból, tehát... Na. Az úgy fasza. Nem találom el. Adjad már, azt még lepattanok róla. Eltéljük, meghalt meg. Megkaptam az összes spotot. A tökös eventet se csinálom egyébként. Nem tudom, valahogy én nem... Én ilyen... Eléggé konzervatív vagyok ebből a szempontból, hogy én nem igazán csinálom ezeket az eventeket, mert... Valahogy nem érdekelnek. Van itt szenvedni való szerintem itt randomba is. Mi kell nekem még ez a... Plusz baszakodás avval az eventtel. Pedig kéne. Rohagy meg. Aj, nyilván. Mi a... Boros kólánk itt áll fent. És megint agresszív voltam. Na, 156 winnél jársz, gratula. Az jó. Lila turbó, sok kötvényes tévé megéri nagyon. Jól lehet vele Battle Pass-t húzni. Igen, néztem én is, hogy van benne cucc, amit ki lehet venni bőséggel. Mert tényleg ugye a kötvények meg a Lila turbó az nagyon megéri, de... Az igazság, hogy műszakban dolgozom, és időm se nagyon van rá. Szakasz. Hát.
Ah, már érni se tudok. Egy pillanat, srácok. Tartok egy gyors szünetet. Aztán jövök vissza, aztán nyomjuk a szakasztot. Na, itt is vagyok. Tudom, a kollega használ a TS-t, közben ráolvasok a chatre. Bocs is rácok, de nincs két monitorom, úgyhogy telefonon nézem a chatet. Az az igazság, hogy én ottan 10-es tankokkal kell menni. Én 10-es tierben nem igazán. Én bevallom őszintén, nem tudok játszani tier 10-be. És azért nem is
nyomom a roham módot, mert az valahogy nem... Nem fekszenek egyszer, nem... Hogy mondjam... Nem tudok még effektíven játszani tier 10-be. Vannak jó köreim, de nem igazán tudok folyamatosan jó eredményt nyújtani tier 10-be. Addig, amíg a kollega küldök neki TSIP-t. Speak. User entered your channel. Hello. Csá. Várj, átmegyünk egy másik szobába. User was moved out of your channel. Channel switched. Na. Oké. Mi újság, ha láttam Szabin vagy. Ja. Na, akkor dobok. Hú, egyszer streamednek leveszem a hangját, azért mert akkora delay van a DS-hez képest. Pedig nekem most jó. Na, no, valószínűleg az én netemet kezdik kúrni a gyilak, hogy közben le is töltök. Ja, hogy közben megy a letöltés, hát az úgy nem szerencsés. De semmi baj a játék. Az oké. Na, küldtem szakaszinvet. Van, elfogadtam. Oké. Na, tegyél valamit. Hát figyelj. Tier 9 meg 8 még mindig. Most fogtam hozzá héten újra, de maradjunk tovább. Tier 8. De várjál, már most ezért raktam be a 8-est, fasz meg. Az igen? Na, az jó kis tank, ez a 257. De az előbb sikerült vele elég jó csatát menni. Mondjuk én ilyet még nehéz tankkal nem mentem. Spot damage 2800 körül. Mi az Isten? Azt rájöttem, hogy én voltam csak elő. Ja, az jó. Na, hátulról fogták a izzék a TD-k. Sikerült beállni, jó helyre kupolázni. Igen, én is elvittem a... Vaskorig elvittem egyébként én is, csak lebuktam vele, aztán el is engedtem a témát, mert felmérgelt. Na, és kiszem ezt a mapot ki fogom tiltani, de utálom. Miért? Ez egy jó map. Szerintem egy jó map, én nekem bejön. Úgy mondom, hogy heavy szempontból nem szeretem. Mikor játszottál utoljára játékkal? Az jó. Hogy a faszom, mikor játszottunk utoljára együtt, hogy kb. Akkoriban? Egy éve fél talán. Fél éve, éve, ja. Most kezdtem el hétvégén. Jól van, folytatom tovább. Mit is rá fogok érni a héten. Ebben meg kell idő. Ez hogy elengedtek Szabira? Előző héten is Szabin lettem volna, csak a BMW miatt nem beálltam. Ja. Aztán mondom, jó van, akkor kapjátok be. Majd most.
Vágom. Mert még most át kéne oda rongyolni. Csik oldalra. Na, ott nem akar kifigyelni senki. Próbálok feltűnősködni. Mi? Arra. Jobb oldalt oda lesz a város. Mozgatja. De mindenki oda van tőlük. Egy, kettő, még egy. Ja, mind a két, három heavy. Nem, két heavy ment oda. Egy meg ide jó. Meg van egy, ja, faszom az. T-44. Ja. Abban közép van. Lehet azért mindjárt bemegyek. Csak nem látom hol az, ami. T-44 1-hites. Hallod? Azt a kurva. Nem itt kapta. Mindent is. Jó, hogy elnéztél ki akkor. Ja, oké, látom fodor. Köszönjük. De utálom az ilyet. Megéd figyeljé, mert... Nézem. Próbálj meg oda bemenni a roncsom mögé. De az, hogy nem. Pedig zöld volt, rohadják eddig. Hát ez ilyen, ez a játék. Nem itt a panterát, nem bírod piszkálni. Az volt a baj, nagyon bejöttek itt jobb oldalt. Itt vártam a heviket. Hát ezek letoltak, mint a szart. Na, eddig bírtam. Jaj. Ez ami, máma egy normális kört nem bírtam menni T-30-szal. De még rosszabb. Ez miért na, 9. Rosszabbnak tűnik a mai nap, mint a tegnapi bazd meg. Hát ezt nem hiszem el. Nem tudom, én egyelőre követtem a példádat, felraktam a Warplanes-t is, hogyha felkúr a gyerek, akkor megyek oda repkedni. 3700 a mai nap, hallod? Hát ez vicc. Ez
Ezek ki vagyok ettől a szartól, komolyan mondom. Hát, én lejövök ide. Neked meg valahol vagy itt kéne játszanod, vagy itt. Mondtam közép. Ezek ezt a kurva T-30-at nem bírom felhúzni 80%-ra neki a gunmarkját. Bassz meg. Nem találok el vele semmit, bassz meg. Béna vagyok ehhez a tankhoz, ennyi. Ehhez a tankhoz is. Klímát meg lehet, hogy le kéne kapcsolnom, mert már az elejéb oda volt, ott kint voltam, azt gőzölgött szerencsétlen. Annyi kell. Hát, ott hideg van a lakásban, tudod aztán. Na, én arra dombra nem megyek fel. Szembe velem nincs semmi, hát ezt nem tudom elhinni. Az persze, halálfaszáról a grillem. Az elő. A grille itt fog fent állni. Na, valahol ott van, ja. Két lő. Egy lövésből kiszedt a fél HP-ban. Hát 750 az alfája. Várok itt egy picit, aztán megindulok valamára, mert... A16-ot rollolok egy puha tankba. A 750-es alfával. Csaptak, ha? Ne, megkapják szép bizonygörcsöt. Ettől a játéktól, ettől nem lehet. Ettől nem lehet, ez egy olyan játék, amit ha hazajössz a munkából. Aztán szétvered az egeret. Azért én a múltkor oda basztam ezért a gamer fülest. Fú, de sajnáltam, hallod.
Hát hallod Heizert, ha nem nekem is izé szigetelő szalag fogja most a Sennheiser. Ne essen szép. Hallod, mit ezek a rollok most? Tehát T-30-at le kell rakni, mert... Na... Erről nem volt szó, bássa. Az ott mit csinál? Az AFA csak így rám tud píkálni. Igen, lényegében minden más elbukott. Már csak itt tartjátok ti. Ó... Hát a közelébe se lőttem. Na, 7.45. Majd csak közelítünk már a... Ez meg itt jól vág el rám. Kurva nyárat. Jó. E75. Figyeld, ez is jól. Tolja, bazd meg. Jó, hála jó Istennek nem ütött be. És én se. Azt a kurváget, hát nem igaz, bazd meg. Majd a progettú mindjárt lerendez. Tok. Le kell tenni ezt a T-30-at. A 661. Közelébe se megyek az alfának. Közelébe se. Közelébe sem megy az alfának. Szia, Magyikusz. Hát... Próbálkozok a T-30-al. Próbálkozok, de... eszméletlen szarul megy. Eszméletlen szarul megy. Most is a 4 lövésből egyet adott alfa körül sebzést. Az meg ez kis dolog. Hát igen, a Gunmark lenne a cél. Legalább ha már másodikat rá tudnám tenni, akkor én már boldog lennék. De hát ilyen... Ilyen 69 és 80 között ingázok vele. Van, amikor nagyon jó a gán, mert szinte minden második lövés gyújt. Van, amikor meg nemhogy gyújt, még az alfát se adja be. Egyébként igen, a Gunmark lenne a cél. Ezek szerint én még kicsi vagyok hozzá. Na, oldalból valami baszó TD, nem jó van akkor. De hogy nem. Ez az. Ez előtt a múrekket, trekket, mindent. Emberünk.
Gedvának még mindig nincsen csőlehajlása, a kurva anyját. Eddig nem volt, eztán se lesz. Meghajtom azt a szart, azon nem tudja a fasz. Ez nem olyan, hogy kinő majd. Belehállok a földbe, meghajlik az lefelé. Az nem olyan, hogy az majd kinő. Kurva anyádat tartja, bazd meg. Utálom az összeset amúgy. Azt ott lehetne basztatni. Istenem! A fasznak erőltetem ezt a kurva TR9-et is, bazd meg! Menjünk lejjebb! Mehetünk én tőlem ebbe, de... Ott is fejlődök még. Te mit húztál eddig? Hogy mit húztam? Nem húztam semmit igazából. Akkor úgy kérdezem, milyen térben nyomtad eddig? Ezt akkor... Vegyesen. Vegyesen, minden félébe. Farmolni szoktam. De sajnos a Scorpio G-vel kigyűlt a 400 pontom. A KV2-re rátettem a második Gun Markot, kigyűlt vele a 100 pontom. Nem a több Battle Pass pontot. Mi van még, amivel kigyűlt? Lehet, hogy ez a kettő van csak, amivel kigyűlt. A T30-on van még 110 pont. De hát szopat. Boros kólából van még körülbelül 100 pont. De mehetünk TR9-be, a hetet raktál. Baszki, hetes. Behozzam a kis VK-mat. Ja. Várjál. Ez egyetlen egy 3 Gun Markos tankon van. Én megyek neked spotolni, te meg lőjed, amit spotolok. Ám mondjuk TR9, ez... Csodás, bassz meg. Ti a faszomat lőjek itt. Váltsad át a skilles lőszerre. Alsó hasi lemezeket basszad befele. Ide felállsz, szépen. Én meg itt megyek, azt amit itt jön felfele, azt durogtassad elfele. Ja, hogy nem én leszek a leggyorsabb tank? Jó van akkor. Végzett az obi a csatába. Nagyon jó. Természetesen nyertünk. Hova álltál, ha? Ide kilöktek.
Éppen most próbálom visszazenni magam. Úgyhogy ne boruljak föl. Konkrétan a láncstab szélénál. Okay. Tudtam bassz meg, hogy a mocskos arti baszek ide lőhe. Hogyne? Mi más csinálna? Ott van, hátul szotyizik. Na ennyi, megpróbálom kicsit kispotolni azt. Szotyizhat. Lőtt valami Netflixes filmet, azt elvan. Chill. Az a baj, kobra feljön, bazd meg, ahon vele. Takarodj már innen. Az M41 jöhetne segíteni akár. Kurva nyád. És bazd meg! Valahogy nekem most nem megy, ma bazd meg, megint. Megint rá is fesz. Kobra feljön vajon? Karocs vissza a garázsba. Jajaj, jön a kobra. Azt meg... Elszelőtt. Hát, nyilván. Másfél szekes int... Mennek oda a többiek, bazd meg. Másfél szekes intra klippel repesszel, érted? Nyilván kiszed. Jó, szerintem az tölt. Úgyhogy mehettek rá. Az a bölgy én is. Rohadt! Visszamegyek lelőlem. Az Arti kivette előled. Ki? Nem, a Susans 30 PM. Ah, jó, akkor, akkor aztán bántam. Az Arté visszamentem volna kirángatni. Ez vagy faszkodok. Miért is gyűjtök ennél? Ja, ja, ezért a szuszáz egyre. Jó. Hét vagy nyolc? Mindegy. Mindegy. Kor- Most mindegy, mámám, a mai napnak megint harangoztak. A kurva élet. És megyek heavy-vel. Fel van szerelve, fel. Paris.
Ezt ismered, ezt a pályát? Ha. Megyek le legalúr. Jól van. Majd próbálj meg trekkeket lövöldözni. Én meg majd azokat próbálom piszkálni. Azért nem férünk el. Egy négyzetkilométeres pályán, bazen nem férünk el. Majd ott vigyázzál, mert ki vagyunk spotolva. Tudom. Jó, oké, semmi baj. Anyádat. Nem bírod lőni ezt a 703-at? Pont nem látok én arra. Picit macargok, ez kiderül. Az szép volt. Az anyámba kéne beállni. Na menj akkor dupla csövet, de haladjál, rohagyjál ketté. Na. Menjé, puxia. Gyere. Éres három fent jobbra. Trekkem van. A cérna azon volt. No. Hallod, az... Basz meg! Előttek? Jelen meg vagy, még jó. Úgy rohadnál ketté, te meg a... Vaj... Már csak... Te hiányoztál itt, bazd meg. Nyilván...
azért nem tudok egy kibaszott kurva normális kört mennie. Mert... De jól kaptam egy kaszás matricát. Hú, büszke vagyok magam. Na. Azt, hogy ez a nyelvot fejlesztek, most se tudom. Ja, T6. T10. Erre is basszak, rátettem az első gunmarkot viszonylag könnyen. Azóta azt ezért van vele, recs van vele. Gatya. TR9, TR10, hát komolyan mondom, bazd meg, hogy az édesanyját megbaszhatná ilyenkor, amikor így dobál TR-ek közt. A kecimet csináljak azzal a mouse-szal, ha szembe jön. Ja, várj, ez velem jó, akkor. Na, mondjuk a végzése jobb. Progetto, kösz. Három boros kúl a zeneminél, vágod? Három, bazd meg. Hát azok úgy letolják. Azok tuti le fogják tolni az egy, a 9-es nullás sort. Az 100%, abban már most biztos vagyok. Az 100%. Ráadásul nem is olyan nagyon szarjátékosok. Azon csodálkozok, hogy nem szakaszban vannak. Itt meg minket fognak letolni majd, mint a szaros gatyát, majd azt figyeld. Ez tuti bukó lesz ez a csata. Ezt már most nem mondom. Jó, előttem magam, bazd meg. Te szeretem ezt a kupolát, a kurva anyja? Nézd meg, az is ahogy tolja befele, bazd meg. Mindjárt, most az a baj, ellövöm magam a T10-re, biztos, hogy a VZ55-jük ki fog nézni. Azt, hogy nem láncoltam legeci. Az megy rád, mint a fél érüt. T10. A láncolva van a T10. De töltök. Jó van, pattant a T10, hál' Istennek. Azt a nyátokból lőttük onnan szemből? Annyira jó, szeretem, mikor egy TR-10-es tank ellen kell mennem. TR-8-assal. Egyet lőtt a vízi. Faszom ellé volt.
tanítani kéne. Most az egyszerűen az Artinak kerülök. Szia Ádámka, szia, szia, szép napot neked is, hello, hello. Sziasztok srácok, akinek esetleg nem köszöntem volna, akkor elnézést kérek, sziasztok, szép napot nektek. Az a T10 konkrétan mellém függik, azt meghalok. 41 HP. Még csinálok neked fedezéket. Ne, ha tudod, lőjed a T10-et, mert azt kibírod szedni. Jó, Vézi előtte magát. Nem bírom, már túloldalról meg fognak a T10-ig. Nem bírok kinézni. Megpróbáltam kinézni. Azt lát is tolják a helyik ezt a részt. És még volt egy lövedék a Vézébe, bazd meg. Ezt egy az egyben mi ketten fogtuk. Fogtuk a lófaszt, tehát nézed már. Azt mondom, hogy összvisz, mi ketten voltunk itt, ez csá. Baszak, honnan pattantam le a T10-nek, hát? Jó ez a játék, bazd meg, kurva jó, ha komolyan mondom, hogy egy élmény, ha. Akkor az ötkötik most találatot egy csatába, az még menne is. Figyeled, igen? Honnan pattantam le a T10-nek? Nem néztem. Hát most nézed, mert mutatom. Ott? Ott, bazd meg. A fasz azt. Mert ez csak itt egy lemez neki. És akkor a felső lemezét találta el. Bazd meg. És ott lőttem, de lejjebb. Meg az oldalát. Szétmegyek tőle, bassz meg, szétmegyek, hát. Na, most behozom ezt, bassz meg. Igaz, hogy 6 nap mire odaérek a csatához. Figyelj, Max, szólsz a stallak, hát most azon nem újja. Na hát, azt felejtsétek el, hogy én felmászok a hegyre. Maradjál, de már most még mondom. Azt engedjétek el. Jövök itt. Hát, nagy vereség volt. Nagy basecampereket itt, basecampeket itt lenyomom. Az jó van. Megnézzük, ez működik. A múltkor működött, ide beállt egy tortuisz, bazeg, egyszerűen nem bírtam belőni. Azt hittem agyvérzést kap. Aha. Hát azt mondom, de nem bírod. Max hátulról bírod kikapni, vagy Artival. Szemből lehetetlen onnan kiszed. Na, hál' Istennek spotot kaptam már. Scorpion G. Hol vagy? Most vagy ott vagy, ott nem vagy. Akkor egyel fentebb. Ott kettő is van, bazd meg. Egy. Ujjjj. Ó, van ott szusz. Vissza, bátya, váltsál vissza. Szusz 130 PM is van.
Nektek meg vaktába levik a malmot, de jó. Ú, de jön rám a repesze. Legalább spotolódnának fel. Nyilván lejti a lövést. Azt mondja, kértek ide hamarabb. Szúnak lehet, hogy bement egy. Így blindba. Gyerek, itt a bánatvirág. Képes lesz, hogy vágy hozok egy kávét. Oké. Aha. Hagyjad már! Pattanok! Hát most már így belövöldöznek. És jó, mert nem látok semmit. Bassz meg. Jó van. Ah. Kiugrok egy gyors cigarettára én is. Mindjárt jövök.
vagyok. 5000 pattanót összeszedtem, de hát basszhatom. De hogy még így is élődtem a több legtöbbet. Szóba bement egy blind. Itt vagy? Ja, itt vagyok, csak én itt van. Rakjál valamit. Vászeg, ez... Komolyan mondom, hogy agybérzést kapok, ilyen 1600-1800 VN8-al játszok. És most... taknyosra szoptat a játék konkrétan. Azért 4300, hát ez vicc. Ez 257. Hogy neked is így adja mostanában. Nem, tényleg néztem tegnap is statisztikát, és ilyen 1096-ot bírtam összeszedni VN8-ban, mondom, mi a bánatos pöcs ez. Valami háttérzaj nagyon bejön. Te hülyén néz ki az a tanga mindig. Melyik? Itt mellettem ez a... az M... Ustrot. Mi ez a... M6Y. Ez mi? Ez egy dupla lánctalpas heavy tank. Ez heavy? Igen. Aha, jó. Akkor jó mostanában játszottál játékkal. Hát, de hogy néz ki a teteje, bazd meg? Nem az... tudom, mint valami... Igen. Mint valami vezérmű. Gimba, bazd meg, hát... Istenem. Az ilyen. Azt letrekkeled egyszer. És hátra tud, vagy előre, még tud mozogni akkor is, ha ellövöd neki egyszer a trackjét. Hát az úgy bonda. Már bocsánat. Két lánctalp van rajta. Basz meg. És lepattanak a csárfutúrról. Nem is tudom, kell-e nekem ma játszani. Hát, hogy a héten le kéne ezt tenni, bazd meg már. Szabadba kerül, azt mehetünk öpülni. Az a baj, hogy már most ebbe kurva sok csatát beleraktam ebbe a játékba, aztán... Hogy mondjam, nehezen rakom le. Vannak olyan pillanatok, amikor tényleg áborul az agyam nekem, és aztán rakom le. Rikoség a kurva anyád. Ó, hogy csinálsz meg ezt a szaradat? Ott baj van, úgy látom. E3-at szemből nem fogod tudni penelni, csak nagyon az alsó lemezét. Kupolára ne is lőjél rá, mert azt nem fogod beütni. Na mindegy, már nem lövök semmire. Geci kurva, mi a faszom volt ez?
Tényleg. Fogta magát a rohamban célvadászott. Jó, hát akkor én neki megyek. Nagy nehéz szarral nem bírtam, kiforog. Hát azzal nem. Konkrétan faltörőkosként nekem aztán egy bukkantam. Igen. Tipike 3 player. Többiből van annak még az oldala is, de még onnan is lepattam. Öt centiről. Hallod, kettőből kettő lövés, basz meg leesik, ha. Na. Ú, nagyon recsek szély. Ah, bocs. Azt komolyan mondom, bazzak, hogy akkora troll az a T95. Nézd meg, bazz meg. E3-at hamarabb beütöm, bazz, mint a T95-öt. Aj, emit meg az E100, bazz meg. Hát azt nem ütöd át, bátyja. Például elszállsz mindjárt segbe, pak. Kurva anyátokat. Éj. Nincs gándebb hozzá, bozz meg. Az meg a múrekket kap. El kell engedni, bazd meg, ezt a TR-10-et, vagy mi 9-et. Konkrétan rádugod, bazd meg, ez folyatékos. Még él egy elbérünk valahol. Nem tudom, jó József, hogy ezek, mik ezek a csaták, tehát... Na, 15-3 megint, bassz meg. Játsz ingyen. Benulláztál, bátya. Hozok egy IS-3-at én is, már ezer éve nem mentem vele, majd jó szal legénység is van benne. Jó lesz ez. Ennek a mai napnak már az megint tök mindegy. Szóval sok csatán. De... De jön a kezdek elgűző van. Utolsó csatád? Hát... Már?
Hát, hogyha ez nem lesz jó csata, akkor ez az orzsó. Mi? Abba hagyod? Hát mára. De ezé vagy. Jó, kezdve, baszdmeg. Mi bajod van ezzel a játékkal? Én nem is értelek, amúgy. Még azt sem mondhatjuk, hogy pay to win, mert nem az, mert nekem is prémiumon van, szóval nyernem kéne akkor, ha pay to win. Járról nem beszélünk, hogy pay to win. Hát nem az, mert fizetek. Azt mégsem nyerek, faszom. Van egy art is, 3 light, akkor jó van, C1-et hagyjuk a faszba. Jó, látom, te is elkóvályok szitt. El kéne menni, azt nézem, ha azt az 1-2-es sort, azt el kell engedni. Esetleg itt lehet a parton valamit a... Tehát abban sem vagyok teljesen biztos. Kóvályok szitt, te is bassz, mint gólyopas a levegőbe. Ilyen TD-k állhatnak ott hátul, Susans Army, Scorpion G. Minden, ami fáj. Akartam mondani, hogy engedd már meg, hogy egy kicsit visszább húzzam. Tudom, hogy én vagyok a buzi, hogy nem megyek tovább, de... A spoton vagy, csak mondom. Ha esetleg... Ja, van már 6. érzéked, neked is jó van. Szuszász 30. Valahol szemben. A spon és spoton. Nem tudom, valamit szívnom kéne, vagy valamit bazni, mert a reflexek azok annyira szarok. Szívnom kéne. Azt kapta. Gyurma, köszönöm szépen a raidert, köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Mi újság? Hogy ment ma a tankos játék? Hogy adta ma? Ajaj. Hát ezt lehet fel kéne adni, az visszamenni. Ja, mert a base-re nagyon jönnek befele. Bár megint ez is egy annyira jó csata, hogy... Köszönöm szépen még egyszer a raidet. Sziasztok, sziasztok. Hogy megy, nézd meg. Lacus, köszönöm szépen a követés, szia-szia, üdvözöllek benneteket a csatornán. Hogy vagy ennyivel gyorsabb, mint én? Ugyanaz a tank, az meg hideg a motor, vagy mi a kurva anyja van? Engedj már visszább. Gyere, 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 gyere. Kihasználom a hátszelet.
basszeg. Milyen itten? 110. Na jó, van, akkor ti egyelőre elvagytok ottan, én meg itten megpróbálom azt a 110-et lefoglalni egy kicsit. Megint spoton vagyok, a fasz. Ja, hogy az kívül jön. Az jön be. Nem, észrevett, nem jön be. Az ott a skorpió. Hát én most nem érek rá, bazd meg. Ez igen. Jövök, inkább segítek. Jó, az leesett. Áj, ez a kurva szubazd meg. Mára még mindig fingom nincs, hogy hol van. Hát ott van hátul. Ja. Én is attól kaptam egyet, azóta vagyok fél hátul. Ott kempelget. Az meg ez fel fog jönni felénk. Szólj már, hogyha átesett a 110. Hát jött, itt van fölöttünk a... Ó, de jó. Nem plomnál. Ez basszú 130 számba a szeretget. Várjál már, mert itten van egy csávó, kötekszik, ha? Már nem. Hát én már nem kötekszek, az biztos. Egyel több a fedezéket. Jól van. Hát ennyit bírtam kihozni. Nem is olyan rossz ez a kis IS-3. Én szeretem. Lehet el kéne kezdenem vele foglalkozni egy kicsit. Mennyire a második Gunmark? 1730. Papírmasinista, köszönöm szépen neked is a követés. Szia, szia, üdvözöllek a csatornán. Szép napot. Az? Az úgy kreatív. Link van Emilünk, Elcink. Van egy udasunk ott a háttérbe. Hát egyébként ha... Ha összedolgoznának a srácok, akkor... Még talán hozható is lenne. Van egy csomó egylövéses bennük. Jó reggelt neked is, papírmasinista, szia, szia. Elmegy ez a csata. Én nézni se tudtam, ki jöttem. Emil tölt. T-44 most fog rámenni. Tölt. Nem tudom, hogy tölt az Emil. Még az udes talán ki tudja venni a 53 TP-t. Basszeg, lepatta a T-44-ről. Azt a kurva. Próbáljunk szervert váltani.
Jössz még, Pisti? Váltunk még. Váltsunk már szervert, nézzük már meg EU2-t. Oké. Nézzük már meg EU2-t. Mi az Isten, ki crash-elt a... Ki? Ott van a kliensem, mindjárt indítom az egészet újra. Ó. Oh. Miről? Laptopról játszol? Aha. Nem? Magához tért? Jó. Meglátszik, a kínaiakkal nem játszok, azok 24 könyvem van hozzá. Na. Visszajöttél? Azt még lehet, hogy meg is tudnám csinálni rá a második Gunmarkot. Annyit szerintem tudok. Össze tudok vele kapirgálni. Csak a 2002 is olyan soknak tűnik. Lehet, hogy előveszem ezt. Lehet, hogy előveszem ezt az IS-3-ot, azt most ezzel bóckodok majd egy kicsit. Na jó, Jézus Mária. De hát ez a legénység, bassz meg. Oh. Ez nagyon jó. Nem akar bemenni a U2-be? Hiba a csatlakozásban, mi a fasz? Nagyon gatya ez a legénység, ami van rajta. Mi ez? Cél megjelölő. Jó is. Jöld, Madi. Ja, magához tért. Hogy állok? Sehogy. Azt a kurva. Na, akkor lehet, hogy ez lesz majd most a rétéken, ez az IS-3. Mi ez? Várjál már, gyorsan átnézem a legénységet. Biztonságos elhelyezés. Hát lehet, hogy ezzel fogok itt egy kicsit jobban foglalkozni most ebből az IS-3-mal, egy régi klasszikus tankkal. Mennyi a field modi? 11500, akkor azt gyorsan kihúzzuk rá, utána majd foglalkozunk a legénységgel. De lehet, hogy van is könyvem rá. Van hát. 15%. Hmm.
nem fogja kihúzni ezt a skillt. A kurvanyját. Várj már gyorsan rendbe. Megpróbálom kicsit rendbe rakni a... Csapassad. Hát modult sebezzünk, vagy pontosabb löveget. Legyen modul sebzés, hát hogyha több amúreket tudunk vele lőni. Legyen sima utazás. Hát, meg legyen javítás. Na rakjad a tankot. Benne van? Na, Mogyikus, neked is. Neked se akarja adni? Te tudod indítani, mert te vagy a parancsnok. Hát az azért túlzás. Remélem TR-10-be rak megint. Nem, 8-ba jó van akkor. Nem való neked ez a TR 8. Az anyám, mi van az enemy-nél megint, hallod? Két LC-ben, egy LBR, egy táras arti. Hol megyek utána, az bike-et bevódjuk valahogy. Vagy ne, az biztos. Mit mondtál, táras art? Táras art, igen. Vagy az még nem táras? Melyik találta azt ki? Azt hiszem, hogy 8-astól tárasok ezek a szarok. Ó, hogy bazd meg. Hát jó, ne úgy képzeld el, hogy másfél szekenként lő, de... ilyen 8-10 szekenként tud lőni. Hát az... nem lettem nyugodtabb. Ez az. Áááá, menekülés. Csak a 10-es táras? Akkor jó, akkor megnyugodtam. Írták a csete, hogy a 10-es a táras. Na, az jó. Adok én neked mindjárt olyan tűztámogatást. Egyik se bátor, nem akar feljolózni. Nincs gunlapja ennek a tanknak. Nincs. Ezt mondtam az előbb, ezen sikítoztam. Nem baj, ne foglalkozz vele. Őt beállok vele, azt majd akkor lesz. Majd szépen lefele hord. Nem ütött át a páncélt. Hát jó van, neki van olyan tornya, bazd meg, hogy... Melyik az Emil? Egy. Hát az még annyira nem is. Ez a 703 ott a sarokba. Az...
oda. Azzal vigyázz, az ne... Gyere hátrébb. Úgy. Jó, most már induljunk meg. Először ezt a 703-at kéne innen kicsapni. Aha, a seggéről meg lepattanok. Adjuk már. T28 Pro 2 itt van. Szép. Veszem. Kérlek, neki van, bazd meg, bocs. T28 Pro 2. Kurva nyárat a trekkel. Azt hiszem rálátok, csak... Lőjél, mert engem fog lőni. Bazen mellém húgyozik az Arteos, végem van. Azt még pont túlélted. Ja. Az Artit. Melyik megkeresem azt a gecet? Hát eddig nem. Amúreket javíts meg. Kösz. Nincs mit. Egy kicsit gyorsabban töltesz. Kicsit gyorsabban töltesz. Artit, pam! Now to target-e. Úgyis jó. Mi? Az meg. Azt azok hol voltak? R3. Ja, itt ja. Bent. Itt. Veszem. De nem fők, ezt már hozzátok le. Majd megvárjuk. Hát így ezt akarod vinni, nem? Egy tizedet húzta magán Márkon. Ami lófasz. De erre a másodikat ráteszem. Szerintem a másodikat rá tudom tenni. Majd, hogyha jó fogja adni a játék. Mert most is 390-es az Alphost, 356-ot adod be. Annyit rollolt. Ne. Ez a gárd is egy beteg valami. Most elméletileg akkor kapjuk a pontot a izébe is, mi? Aha. Ajánló pontok.
Jó van, az is gyűlik. Indíjad. Ó, oh, hála a jó Istennek, már annyira hiányzott a TR-10, hogy... Neked honnan van meg ez a stílus, hogyha nem játszottál vele? Pistit elvesztettük az éterben. Hogy mondod, mi honnan van meg? Mondom, ez a stílus, a tankra, ez honnan van meg neked, ha nem játszottál vele? De ezt még együtt szereztük azt. Igen? Aha. Lehet. Azt azzal a, ha szembe jön a progettó, mi az anyám, hogy csináljak? Sikítsek, az forduljak vissza, vagy nem, micsoda? A progettót le tudod pattintani. Ha szerencséd van. Ha nincs szerencséd, akkor nem pattan. Ha be tudok olyan helyre állni, hogy fogja a hasilemezemet, akkor oké, de amúgy a fos. De nem a hasilemezedet fogja belőni. Ha nem rakod ki, akkor nem azt fogja lőni. Az-e nincsen Gundep? Az anyámat ez a tank, bazd meg. Na, ehhez még hozzá kell szokni, hogy ennek nincsen Gundepje. A szép volt. Pont nem láttam rá a armót készére. De ne úgy álljál ki, hát. Látod? Oldaladat mutatod neki, nyilván be fog verni. Oldaladat mutatod, akkor nyilván be fog verni. Anyádat. Az a gábitta izét, vezetőmet. Most nagyon rám látott a haver. Vigyázz, mert az a buzi az 4 másodpercenként lő, csak mondom. Parasz. Jó. De Chieftain Proto, be a getit csinálod hátul? Nem rosszból kérdezem, csak úgy érdekelne, hogy... Jaj.
Átsopirok oda menni középre. Csak úgy, hogy KPZ is ott van szembe. Kertszük, belelövök a földbe, bassz meg. Chieftain protonk az ott szépen elüldögél. Én meg be vagyok ide szorulva. Na, megjöttél? Egyen meg a drága szívedet. Fasz a gyerek vagy. Hadd meg az anyádat, hogy ilyenkor villansz meg, bassz meg. Így, de vagány. Nagyon geci pontos, hogy így elkupolálsz, bassz meg. Komolyan mondom, amúgy sokszor olyan érzésem van, hogy mi a fasznak megyek előre a heavy tankkal. Nézd meg az enemynek az IS-3 köti kettőjét. Oda beül, azt lövöldöz. Az full HP még ott kempel, bassz meg. Nyilván velem van a probléma, hogy fasznak indulok meg. Miért találnál rá, bassz meg? Miért? Geci. Én protó elbírja vele. Hát nem. Nagyon úgy néz ki, hogy nem. Így igen. És megpróbálom. Leesik rólam a spot. Bassz meg, én ezt nem értem, hogy heavy-vel bassz meg beáll ide, szétkempeli az egész csatát, bassz meg, azt
ő a király, érted? Mert full HP-val végig tudja húzni a csatát. Jó. Nagyon pontatlan ez a díjas három. Még most. Shiftenünk is el van ottan. Én vagyok csak így besúzva, hogy mennék, basszeg. Azt szotyizik, az konkrétan. Rád figyel. Azt várja, hogy adjál neki spotot. Hát... basszeg nem spotter vagyok. Amúgy. De az elébb a... AF-éznél se segített. És baszd meg, repesszel, kiveszel, beszarok az ilyennek, hát. Baszd meg, szétkempeli az agyát az egész csata alatt, érted? És az ilyen nyeri meg, baszd meg, az ilyen nyeri meg. Én viszont elmegyek megkajálok, Laci. Jól van. Köszi szépen a szakaszt. Én köszönöm. Jó étvágyat a reggelihez, ebédhez. Hát valami olyasmi van a kettő közt fél után. Ezt nézze, baszd, majdnem... Azért nem néztem végig. Hagyjuk. Geci. Addig néztem, amíg eltér, azt sem. Hát de én az ilyenektől agyfaszt tudok ám amúgy kapni, hogy... Bazzeg. Na csá. Csá, csá, közi szépen még egyszer a szakaszt. Na megnézzük akkor szólóban, hogy mit mutat ez a... Tenku. Ki kéne próbálni stabival. Megnézzük, hogy ezzel mit. Mutat. Hát, hogyha a stabilizátor egy kicsit segít rajta. Ja, félt a csifitől, az anyját. Hát igaz, hogy TR 9, de csak bemegyünk a heavy részre. Gyere VK-n férjél, te is. Áj, a kurva anyádat, há. Pont engem tudsz ellőni, bazd meg. Ja,
mögöttünk meg ott van Zelti, ennek beszarok. Ez is nem találja el. A múrek. Beszarok neki. Jak Tiger, ott már mögött is nem foglalkozik vele. Ó, Istenem! Á. Mi? Szeretném kommentálni az előzőt. Ki vagyok ezektől a csatáktól. Csin kis képe van. Igazság, nem tudom, hogy ez a pozíció mennyire lesz jó nekem a kupola miatt, mert pont jobb oldalt van a kupola. Nagyon jó. Hát akkor ezt a csirítőt megpróbáljuk meg piszkálni. Már reméljük, hogy nem állnak be elénk. És azt meg hát ezt nem hiszem elget.
Hát ezt nem hiszem el. Ez a Shield-el le. Én voltam a fasz, megérdemeltem. Nagyon ránéztem az rohadt TD-re. Nagyon jók a mai csaták. Imádom őket. Nagyon jó ez a játék. A játék nagyon jó. Csak én még játékos vagyok, szar. Tier 10, kösz. Talán a heavy short meg tudják fogni. Nem lesz így jó, hogy Evenke te is oda jössz. Mind a két Evenke oda jön. Túl oldalra nem megy senki, de jó. Ez az igazi. Én nekem miért nem működnek úgy az ágyúk, hogy csak így ráhúzom, azt ellövöm magam. Én nekem miért nem működnek így az ágyúk? Nem kell szűkülni meg ilyenek, csak így pakk, így ráhúzom, azt vissza a látás. Már ment is a átütő találat. Nem, valahogy ezek nem. Meg. Pedig még vártam is vele, hogy egy kicsit szűküljön, de... És megint itt áll, basz meg, az összes itt áll. Visszavonulok, ha tudok. Spotoljon a kurva anyátok, az.
Elállok én is oda szépen. Azt várom, hogy a sürgőlamba számba repüljön. Vagy valami. LT full HP-n, azt nem lövi kurvára senki. Nem, egyszerűen nem működik a gun most semmin, semmin. Azt tudnám, hogy ott mi spotolt ki, mert az LT nem látott rám, az Hozier. Megint 4-8. Tényleg azt kell, kempelni kell, mint a állat. Gyerekek, ezt nem hiszem el. Én nekem egyszer nem működik úgy az ágyú, hogy így ráhúzom, azt viszontlátás. Beszarás.
gyerekek. Jól van, kidőlt a fafasza. Megfulladok. Nem tudom, hogy most miért vagyok így ennyire szopatva. Csodás map ennek a tanknak. AMX-et kellett volna leszedni. Nekem is. Az igazság, hogy a szigetre teljesen felesleges kimenni, mert a T-26E4, ami most ott fent van.
De hát itt van mögöttem is ott a standard B. Repesszel majd baszogatnak. Standard B is egy kicsit jöhetne előrébb. És a Panther 2-ről pattan. Nyilván. Se üti. Gyere, bazd meg az anyádat a repesszel, te mocskos szemétláda. Oké. Ezred belém ver a kurva repeszével. Hát 19% győzelmi arány. Az anyámat. Tegnap is 21%. Nagyon jó. Nagyon jó. Srácok, én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Holnap jövök. Most sajnos mennem kell dolgozni.
Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm szépen a raidet, köszönöm szépen a követést. Nagyon örülök, hogy ma is ennyien voltunk. Várlak benneteket holnap reggel, szintén kezdek. Hát megpróbálok egy kicsit korábban kezdeni. Én szerintem ilyen 7 óra körül megpróbálok kezdeni. Most pedig megnézzük, hogy tudunk-e valakit esetleg rédelni. Zsolesz papát berédeljük, tartsatok velem egy rédre. Megyünk Zsolesz papához, és akkor ott élvezzétek a streamet. Legyen szép napotok, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!